Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és a kedves szülőket. Az Isaszegi Bobita óvoda júniusi programjai a következők. Évzáró és ballagó ünnepségeinket június 1-én, június 4-én és június 5-én tartjuk. Június 1-én a Csipet csapat csoportban és a Dumbo csoportban. Június 4-én a Mici Mackó csoportban és június 5-én a Süni csoportban és a Mókus csoportban. A nagycsoportosokkal szeretnénk ellátogatni az iskolába, ahol a gyermekek közös iskolai tevékenységeken vehetnek részt. Június 8-án alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletet tartunk, melyen értékeljük a nevelési évet, meghatározzuk a következő év főbb feladatait. Mindezt nevelés nélküli munkanap keretében szerveztük, így szeretnénk kérni a kedves szülőket, hogy nagyon indokolt esetben kérjék a gyermekek számára az óvodai ellátást, viszont ügyeletet mindenképp biztosítunk aznap. Június 9-én és 10-én fogadóórát tartunk, melynek keretében a szülők tájékozódhatnak gyermekük fejlődéséről az óvodapedagógusoktól. A fogadóórák időpontjairól a csoportok fali újságján tájékozódhatnak a szülők. Az új gyermekek szülei számára összevont szülőértekezletet szervezünk, melynek időpontja június 17-e délután 5 óra. A szülőértekezlet témája intézményünk bemutatása, a házirend ismertetése és fontos információk az óvodakezdésről. A nyári karbantartási szünetet intézményünkben június 22-től július 17-ig tartjuk. Az első nevelési nap július 20-a lesz. Ekkortól fogadjuk az Isaszegi Hétszínvirág óvoda óvodai ellátást igénylő gyermekeit. A továbbiakban a nyár folyamán pedig nyári ütemterv és nyári napirend szerint folyik majd intézményünkben a nevelői pedagógiai munka. Én szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek nagyon jó pihenést, kikapcsolódást, nyaralást kívánok a nyárra. A szeptemberi viszontlátásra!